Szeretettel köszöntöm a tisztelt nézőket. Önök most MB2-es bajnoki futszál mérkőzést tekinthetnek meg, a férfi futszál MB2 keleti csoport, és immár a felsőház küzdelmei azok, amelyekre sor kerül. A Csengeri Városi Sportcsarnokban az a találkozó, amelyet Nagy Szabolcs operatőr kollégával rögzítek, az nem más, mint tehát itt a Petőfi DSS-e Csenger Rubeola futballklub mérkőzés, amit egyébként 2022. március 28-án, hétfői napon rögzítünk itt az önök számára, és mutatunk be természetesen zöld mezben a Csenger futszál csapata, és sárga feketében pedig a Rubeola futballklub. A vendégcsapat kapujában 22-essel Szacskó László, 10-essel Temesi Norbert Vilmos, 11-es Fekete Robert, 15-ösel Vízfülöp József, 23-assal Hadzsi Máté, a cserepadon a cserekapus 12-es Csikós Erik, 4-esen Hudra András Benedek, 7-esen Maruzsi Máté Ernő, 8-asen Kovács Balázs, 9-esen Nehéz Krisztián József, 14-esen Kardos Olivér Márton, 17-esen a csapatkapitány Füzi Zsolt, 81-esen Fischer Zsigmond Lóránt, a csapat vezetőedzője Jenei Otto. A Petőfi DSS-e Csenger csapatában a kapuban 92-essel Makai Zoltán, 10-essel Csorvási Ádám Zoltán, 22-essel a csapatkapitány Balog Árpád, 23-essel Osváth Csándor, 77-essel Bakó Tamás. A cserepadon kapott helyet 1-essel a cserekapus Korompai Milán, 2-essel Katona Pál, 13-essel Oláj Erik, 19-essel Bence Levente, 30-essel Szedlacsek Ákos, 95-essel Barta Balázs Sándor, 99-essel Zán Bence. A csapat vezetőedzője Szirágyi Sándor, a technikai vezető Varga Valentin. A mérkőzést egyébként Forgács Krisztián és Szűcs László játékvezető sporttársak vezetik. Az időmérő játékvezető pedig Varga György itt a mai nap folyamán Csengeri Városi Sportcsarnokban, ahol olyan 150 főre satszolom a nézőszámom. Bacsu barátunk, a helyi műsorközlő nagyon lelkesen köszönti a Csenger futszál fanatikot, akik buzdítják lelkesen a csapatot itt a felsőházi rájátszásban. Ahogy szokták mondani, itt már nem babra megy a játék, ami szó szerint igaz, hiszen bizony a Rubeola is a bajnoki címre hajt. Egy nagyon kemény ellenfele lesz tehát mindenféleképpen majd a csengeri csapatnak, annak a csengeri csapatnak, amely itt a rájátszást az ötödik helyről kezdi meg itt a felsőházban 2 ponttal, míg a Rubeola a második helyről 5 ponttal. Az első a Maglód, egyébként ők 7 ponttal indulnak neki a rájátszásnak, a harmadik az A Studio futszál Nyíregyháza 4 ponttal kezdi a rájátszást, negyedik a Gyöngyös, akik 3 ponttal, és a Mádiak, akik 1 ponttal a 6. helyen, ugye a Csenger az 5., amit azt már az előzőekben is mondtam. Na hát ilyenek a pozíciók, tisztelt nézők, és hát nagyon-nagyon reméljük azt, hogy egy nagyon jó kis meccset fogunk majd itt látni. Itt most már felsőházi rájátszás. Itt ugye gyakorlatilag már minden megszerzett pontnak óriási jelentősége lehet a végső helyezések szempontjából. És tehát bizony-bizony itt a Rubeola csapata az természetesen a bajnoki címért hajt. De például az A Studio futszál Nyíregyháza is azért nagyon szép cseneket mutatott, a Hadzsi Máté és Makai, az, aki bravúrral jött ki a kapujából és hárított. Szóval mindenféleképpen, tehát nagyon nyílt még itt, a Maglód is nagyon hajt a bajnoki címre, aztán hát ugye az A Studio futszál Nyíregyháza, ugye szakvezetőt is váltottak, új játékosokat igazoltak, erősítettek itt a felsőházi rájátszásra. Hát nem akármilyen derbik várnak tehát itt az itt részvevő csapatokra. És hát természetesen, tisztelt nézők, mindenféleképpen itt Csengerben a Városi Sportcsarnokban, és én azt gondolom, hogy nagyon jó kis meccseket nézünk elébe. Csorvási és Barta, ott a lövés! De jó kis lövés volt! Nagyon jó lövés volt! Barta Balázs az, aki laposan meglőtte, vetődött a kapus Szacskó, de ez bizony akár a kaput talál, akkor hatalmas örömet is szerezhetett volna. De egy ideális esetben a csengeri futszál szerelmeseinek, a drukkereknek, Szacskó kapus. Ez is meglepte egy picit most a vendégek hálóőrét. És Barta jól ugrott fel a kapus előtt, azért ebben szerepe volt Bartának ismét, tegyük azt hozzá. No, hát
gyakorlatilag azért ezek már mindenféleképpen biztató momentumok voltak, amelyeket itt láthattunk. Balog Árpád. Nagyon sok a sérült egyébként, aki nem tud a csapat rendelkezésére állni, ugye itt Gál Krisztián, Bodó Uricsi, Lengyel Marci többek között itt, na meg hát még vannak hiányzók, akik nem tudnak itt a csapat rendelkezésére állni. Úgyhogy bizony, azért ez nem teszi könnyebbé a szakvezetés dolgát, de Szilágyi Sándor egyébként elmondta, hogy ő már itt a rájátszásban is fog bátran fiatalokhoz is nyúlni, és hát tényleg annyira fiatal játékosok ülnek ott a kispadon, hogy ez alátámasztja mindazt, amit Szilágyi Sándor ígért gyakorlatilag. No persze, most nem Katona Palira gondolok, a csengeri futball igazi ugye ikonjára, de Palinak meg a rutinja érhet esetleg aranyat, hogyha őt be tudja a harcba dobni. Ugye Szilágyi Sanyi, és már hogy persze, hogy Katona Pali is fog lehetőséget kapni. Kimegy a labda egyébként most Vízfülöp Józsefről, és Csorvási. Balog Árpi is helyezkedik a csapatkapitány, akinek ugye nagyon-nagyon nagy lövései vannak. Osváth Sándor. Balog Árpi, ügyes összjáték volt az ott Bartával, de visszakerül a labda egészen Osváthig. Osváth, Balog. Makai is bevonva a játékba. Bartát kereste volna most Makai Zoli a labdával. A védő szoros ölelésében elcsúszott ott a labda ott Barta lába mellett. Egy indítás itt az oldalvonal mentén, egy szabálytalanság. Aki vétkes volt, az pedig nem más, mint Fischer Zsigmond Lóránt Osváttal szemben. Azt gondolom teljesen jogos volt Szűcs játékvezető ítélete, ami ugye csengeri szabadrugást jelzett. 0-0 természetesen a találkozó állásét a Csenger Rubeola mérkőzésen. 3,5 perc telt el a rendes játékidőből, az első félidőből, az első játékrészből. Osváth, Balog Árpád, Osváth. Csorvási, Balog. Osváth, Balog Árpád. Aztán Csorvási. Szépen járatják a csengeriek a labdát. Csorvási. És most úgy megy ki, hogy sárga mezes játékos tért utoljára a labda. És jön Bakó Tomi. Meg jön Katona Pali. Katona Pali nagypályán a Csenger játékos, a Bakó Tamás nagypályán a Nyír Bátor játékos, a Osváth Csanyi is nagypályán, aki ugye most pályán Csorvás Jádához hasonlóan, akár Makai kapus is a Csenger játékosai. Van tehát bőven átfedés. Természetesen a Rubeolában is van, aki nagypályán is futballozik. És kimegy a labda. Csorvási. Bakó. A poslövés. Hoppá! Csorvási! Ekkorát védett Szacskó! De jó ég! Katona Pali ügyesen fedezte labda útját, visszatette Csorvásihoz. Csorvási egy hatalmas lövést tereszt meg. Szacskó egy pillanatot rám még ott meg is szédült. Forgács játékvezető egyeztetett a vendégek kapusával, és után meggyőződik róla, hogy minden rendben, jöhet a sarokrúgás. Bakó végezte el. Bakó Tomi, aki egy hirtózatosan nagy gólt rúgott a közelmúltban, ami élő online közvetítésben volt. Miközben egy újabb lendületes hazai támadást láthattunk. Szóval az a gól, ott a Tarpa Nyír Báton megy első osztály bajnoki labdarúgó mérkőzésen, többek szerint a forduló gólja volt. És valóban egészen elképesztő, akkora gólt rúgott Bakó, ami hát lehet, hogy egy pályafutás során csak egyszer fordult elő egy ember életében, de amíg él, arra szerintem Tomi emlékezni fog. Na meg, hát valószínű, ugye, hogy az a kapus is, aki kapta, aki Sas Pista volt, ugye a Tarpa állóőre,
hát nem tehetett arról. Na szóval, ez a kis eszefuttatás itt, miközben Zán Bence is, aki egyébként a Vásárosnamény játékosa nagypályán. Annak a Vásárosnaménynak a labdarúgója Zán, amely a nagypályás bajnokságban a második helyen áll, Balbula Balázs edző irányításával. Zán gyötri az ellenfelét, eredményesen, nincs szabálytalanság. Akárcsak itt ennél a belépénél sincs szabálytalanság, Bakó ugyan földre kerül, de mutatja a játékvezető Forgács, hogy tovább. Forgács Krisztián. Jó irányú a mérkőzés, hamar eltelt az 5,5 perc a rendes játékidőből. Többet támad a csengeri csapat, a hazai csapat, azt kell, hogy mondjam. Elsősorban kontrákra próbál Rubeola, tehát azt a tipikus idegenbeli játékot próbálja játszani a Rubeola, amit egyébként nem rosszul játszik. A Rubi, ahogy ugye beköszöntek a Rubeola játékosok. Bakó! Csorlási egy perdítés Katona Palihoz. Katona zavar. Az indítás. Nehéz Krisztián József, aztán visszakerül a labda. Kovács Balázs. Játék avatkozott ott most Kardos Olivier Márton is, aki most elhagyja a játékteret, cserél a Rubeola. Pályán, ha jól látom, Tebesi Norbert Vilmos Rubeolában. Egy felszabadítás. Egy hazai üdvöske, Bence Levente, ugye egy nagyon tehetséges fiatalember. Ő tisztázott itt az előző szituációban. A Csengér futcán fanatik dicséretesen buzdítja a hazai csapatot. Nagyon jól esik ez a fiúknak természetesen. Nem volt szabályszerűen elvégezve. Bárra mennyire is hitetlenkedik Tebesi Norbert Vilmos, nagyon határozott Forgács Krisztián, jöhet a csengeri csapat. És egy felszabadítás. Bence jól csinálta. Bence Levente tisztázott. Kiteszik a labdát az oldalvonalon kívülre. Jöhet a csenger. Bence Levente, Bakó. Na! Jöhet a Rubeola. Itt a hazai drukkerek abban reménykedtek, hogy hát a Kovács Balázsról ment ki a labda, de ezek szerint nem. Mind a két játékvezető nagyon határozottan a Rubeola javára, tehát a kirúgás mutatta. Zán nagyon jól lépett most is közben. Bravo, Bence! 0-0, tisztelt nézők, a Csenger Rubeola mérkőzés. Hát azt gondolom sejtettük, hogy egy remek ellenfél lesz ugye a Rubeola személyében. Nem lesz könnyű mérkőzés. Ja, ugye hát egy Mándi Laci is hiányzik, aki tudomásra szerint a Covid-dal küzdött meg, mert túl van már rajta, de hát ugye most még ő még nem ajánlott egészségügyi szempontból, hogy játszon. No szóval, ML7 csincsit. Szóval van bőven hiányzó itt a felsőházi rájátszás első mérkőzésén itt Szilágyi Sándornak. Azt gondolom, hogy a sok hiányzó ellenére eddig, amit a csengeri csapat mutatott a játéktéren, mindenféleképpen bíztató. Szacskó, hát több nagy bravúra, bizony Szacskó kapusnak, a Rubeola hálóőrnek volt szüksége. Ugye Makai Zolinak egy jó kifutás volt, amikor ott együtt élt a játékkal, és azt igazolta Zoli, hogy pillanata sem lankad a figyelme. Zán, Bence emeli fel. Aztán most egy újabb ifjú, Olaj Erik, fiaskodott ott Szacskó. És Makai gyorsan elengedi ott a labdát, nem nyúl hozzá, csak úgy tett egy mozdulattal. És így Makai hozhat a játék. Bakó! Olaj a földön, és úgy látja Szücs játékvezető, hogy nem véletlenül került a fiatal játékos a földre. Balog Árpádot azonnal becseréli Bence Levente helyett itt a szabadrugásnál.
Szilágyi Sándor nagyon-nagyon gyorsan reagált át a szituációra Szilágyi Sanyi. Ez akár egyszerű bravúr is lehet. Hát, ha ebből meg még gól lenne itt Bakó és Balogh-Árpi szabadugás kombinációjából, akkor meg egyenesen a mennybe mehetne Szilágyi Sanyi. Na, Balogh-Árpi! Hát, nem kizárt, hogy onnan Árpi megtűzi. Mind a két kapufa az állít egy ember Szacskó. Balogh-Árpád, na nézzük! Egy erdőháti nehéz tüzér. Szacskó. A rutinos állóőr beleáll a lövésbe és féd. Jól akarta, okosan akarta Balogh-Árpi, aki ugye leendő édesapa, ugye állapotos a felesége, nagyon boldog Árpi természetesen, egy kis utód lesz, jön egy kis futballista utód a Balogh családban. Ügyesen járatta Rubel a labdát, de jön Oláj is. Jó ütemben lép közben. Temesi. Temesi próbálja meg itt az oldalvonal mentén futtatni vízfülötöt. Oláj. Sárga lap. A csengeri játékos, a fiatal csengeri játékos Oláj Erik. Nagyon harcos volt. Kicsit túlzottan is harcos. Ezért kapta Szűcs játékvezetőtől a sárga lapos figyelmeztetést. Oláj Erik nagyon bátran lép a játékba. Ezt látom a fiatal csengeri futballistán. Na nézzük, Rubeola szabadrugás. Temesi. Temesi készülődik nagyon. De középre, szánról vágódik le a labda. Kellett, nagyon kellett szán, hogy ott legyen. Bizony Fekete Róbert perdítése veszélyes lehetett volna a kapura. Szán Bence jókor volt, jó helyen. A mérkőzés állása 0-0, a Csenger Rubeola NB2-es bajnoki futsal mérkőzése a Csengervárosi Sportcsarnokban. 2022. március 28-án rögzítjük ezt a találkozót. Szűcs játékvezető Oláj Erikkel beszél meg valamit. Figyelmezteti a fiatal játékost. Bence Levente. Jajjaj, vigyázz, Levi! De aztán Levente javítja a hibáját. Ügyesen fedezi ott a labda útját, és nem engedi hozzáférni ott Hadzsi Mátét. Jaj, vigyázni kell az ilyenekkel. De ugye bele tud az ellentől is hibázni, Lám Hadzsi. Szedlacsik Ákos is pályán. A csengeri futszál csapatban egy újabb fiatal ember kap lehetőséget Szilágyi Sanyitól. Oláj. Megmenti, még nincs kint. És aztán micsoda csel? Oláj Erik, hoppá, de szépen csinálja! És egy picit a passz túl meredek lett. Szedlacsek. Kérem szépen, Oláj, Bence és Szedlacsek. Fiatal emberek. Oláj nagyon-nagyon ügyes legény. Hadzsi. Bence állítja meg. Jöhet a Rubeola. 0-0. Lassan eltelik az első félidő rendes tiszta játék idejének az első fele. Jól játszik a Csenger. Temesi. És jó a meccs, nagyon jó kis meccs, ugye egy remek ellenfél ellen, ami növeli az értékét az eddig látottaknak. Viszteszi be középre Zán. Remekül. Tisztázott Zán. Jól látta meg a szándékot. Fekete. Zán. És Szacskó a kapus. Víz. Fekete. Víz.
Fekete. Víz. Szedvacsekről megy ki a labda. A Rubeola következik. Túl vagyunk a felén. Az első félidő rendes tiszta játék idejének. Most már ugye 10 percen belül vagyunk. Azt illetően, hogy mennyi van még hátra a rendes játékidőből, a tiszta játékidő. Temesi. Jó ütemű közbelépés volt. Barta Balázs. Temesi, Fekete. Temesi telibe találja Feketét. Nem tudott mellugrani a csapattársa labda elől. Zán. Bartának nem volt jó ez a passz most. Szedlacek próbálja meg ott zavarni az ellenfelet. Fekete. Némi tanástalanság a rubeolásoknál most. Rengeteget futnak a csengeriek. Szedlacek kap nagy tapsot a kispadról is. És a csenger futcát fanatik megállás nélkül buzdítja a csapatot. Nagyon jó hangulatot teremtenek itt a sportcsarnokban. Mintegy 150 néző tehát. Itt már nagyon itt a tavasz lehelete, ahogy szokták ugye mondani, hogy hihihihi, hehehehe, itt a tavasz lehelete. Bár most álltak jön egy kis lehűlés is, de hát reméljük az tényleg csak átmeneti lesz. És sok napfürdőben lehet részünk. Csorvási labdát szerez! Nagyon-nagyon hasznos szerelés volt most ez ott Füzi Zsolt a csapatkapitány részéről. A Rubeola csapatában. Nagyot mentett. Csorvási gyönyörűen csinált egyébként. Fischer. Kovács. És jött volna át itt a labda erre az oldalra, Kardos Olivér irányába. Osváth. Csorvásítok adta Osváth a labdát. Bakó, Osváth. Csorvási, Bakó. Szacskó. Lábbal tisztáz a vendégek hálóőre. Csorvási. Bakó! Levágódik a bombája. Kardos Olivérről kerül ki. Bakó. És egy időkérés. A Rubeola kért egyébként időt, tehát Jenei Otto az, aki időt kér, de természetesen kihasználja Szilágyi Sándor is mindenféleképpen ezt a lehetőséget, hogy hasznos tanácsokkal lássa el a fiait. Mádra utazik tehát egy hét múlva egyébként a csengeri csapat. Hazai mérkőzés viszont a Csenger Futszán Maglódi. És aztán jön a Maglód, a jelenlegi lista vezető. Tehát akik legközelebb láthatóak lesznek majd. A felvételre kerül, ami szerdától megtekinthető. A felvétel támogatói a szakmai. Úgyhogy nem rossz kis derbik vannak egyébként. A Szatmár Vidék Kóp ZRT támogatja, ugye, ahogy az Balog Attila barátom is elmondta, a közvetítést, és köszönjük szépen ugye Takács László ügyvezetőnek is, és a Szatmár Vidék Kóp ZRT-nek, hogy ezt a lehetőséget megteremtik, hogy ezt a közvetítést önök láthatják. No, 0-0 az, amit eddig itt Nagy Szabolcs operatőr kollégával meg tudtunk önöknek mutatni. Gólt még nem tudtunk. Több lehetőség. Azt gondolom, hogy nyugodt szívvel kijelentetem, hogy a csengeri csapat előtt volt. De az biztos, hogy életveszély a Rubeola. Bármikor ugye a kontráikban benne lehet a gól. Nagyon-nagyon-nagyon oda kell tehát figyelni a csengerieknek a védekezésre is. A védekező munka fontos, fontos.
lesz ezzel a mérkőzéssel. Megbízható védelem. Csorvási. Csorvási harcolt, lelkesen. Megtapsolják, a kispad is nagyon együtt él. Csorvási küzdött és harcolt ki egy bedobást. Ugye jó kis csel volt, csak aztán kicsit túl lett vége már cifrázva. Hoppá! Kovács. Lő, Vakai vét! Jó van, Zoli. Kellemetlen lövés volt, tegyük hozzá. Szerencsére nagyjából középre ment. Ez mondjuk Vakai dolgát, hogy a közös szinten megkönnyebbítette. Osvák! És Osi még belepiszkál! Bravo, Sanyi! Ez igen! Osvát Sanyi! Már-már reménytelennek tűnt ez a szituáció, de Osi nem adta fel. Dicséret érte. És forgásjátékezete mutatja, hogy a Rubeola következhet. No, vannak azért izgalmak. Jó meccs tovább, és azt mondom, hogy jó kis meccs. Nagyon dühös most egy kicsit magára a csapatkapitány Füzi Zsolt. Hogy nézhette el ezt a labdát, láttam, itt szembenézett pont velem, ezt olvastam le a tekintetéből. Barta. Bakó. Egyébként Csorvási készítette megint. Remekül elő, és Csorvási labdát, ez őrült, sokat dolgozik Csorvási. Pont annyira tudott beleérni ott Kovács Balázs, hogy ez jó legyen Szacskó kapusnak. Nem jó viszont a kidobás most. Szacskó elnézést is kér ott a csapattárstól, Kardos Olivér Mártontól, aki azonban most már pihen, és pályán a helyén Hadzsi Máté. Csorvási. Csorvási nagyon tetszik a játék a mai napon nekem. Osvát, Bakó, Barta. Végül is az Rubeola játékosról, nehéz Krisztián Józsefről kerül oda Makaihoz. Makai kidobása nem is volt olyan rossz, annyi, hogy háttalált a kapunak Barta Balázs, annyira nem tudta irányítani, már bele stukkolt fejjel egyet, de végül nem volt túlzottan veszélyes ez a fejes. A Rubeola jöhet megint, Füzi Zsolt, a csapatkapitány. És hogy telik az idő, lám, már csak 6 perc van hátra. A rendes, a tiszta játékidőből, egész pontosan 6 perc, 14 másodperc itt az első félidőből. Voltál továbbra sem láttuk a Csenger Rubeola mérkőzésen 0-0. Bejött a labda, bejött, igen, mutatja a Szűcs játékvezető. Jöhet a csengeri csapat, Bakó. Bakó Tomi tehát. A Vámosoroszi származású fiatalember, aki ugye a Nyírbátorban futballozik nagypályán, és Csengerben futszálozik. Nagyon szereti a kispályát is Bakó Tomi. Mindig is kedvelte, szívesen ment tornákra is. Cserél, Jenei mester is a Rubeolából. Mindkét mester variálgat. Azt gondolom egy külön csemege. Mindenféleképpen Jenei Otto és Szilágyi Sanyi pár harca is ezen a mai napon. Csorvás. Bakó! És ott a mentés. Katona Pali, mint egy express vonat, úgy érkezett jobbra a második vágányon. És valószínű, hogy Vízfülöp Józsefről ment ki a labda. Bakó Tomi. Hoppá, ott a gól! Bakó! És Osvát jókor érkezett! Bakó remek, remek sarokrugás volt! Osvát Sanyi! 5 perc, 50 másodperc az első félidő vége előtt. Osi góljával vezet a Csenger a Rubeola ellen. De szépen megoldott sarokrúgás volt. Osvát Sanyi, nagyon pontos lövés a léc alá. Vezet a Csenger. És akkor jön egy kis ünneplés. Pacsú és a Csenger futcáparatik együtt. Örül, boldog. Szabadrúgás. Ádám Csorvási az, aki felhevült az ítéletnél, sárga lapot kap Forgács Krisztiántól, úgy látom. Sárga lap tehát,
Olaj Erik után. És Szűcs László pedig most Szilágyi Sándornak mutatja fel a sárga lapot. Tehát a hazai vezetőedző Szilágyi Sándor is sárga lapos figyelmeztetést kap. Sziszi reklamált, ezek szerint túl hevesen elképzelhető. Egy női hangval háttérből. Meg kellene benneteket ölni, erre buzdítja. Tehát természetesen ez azért kicsit túlzott hát szigor lenne. Minden esetre. No, felhagyultak az indulatok itt a csengeri vezető gól után. Gyönyörű gól volt Osváth gólja. Előny a Csengernél. Rubeol a támadás. Bakó labdát szerez. Óriási szívvel küzd a Csenger. Osváth. Szám Bence jön most. Ő váltja a gólszerzőt, Osit. Balog Áfi paskol egyet Osit tenyerébe. Zán labdát szerez. És vízről megy ki a labda, sarokrugás. Csengeri sarokrugás, tehát 1-0-ás Csengeri vezetés. Zán, Csorvási. Bakó. Zán. És sarokrugás, így van. Hiszen, ha jól láttam, akkor Fekete Róbertről megy ki a labda. Zán most a túloldalról. Bakó! Egy távoli bomba, egy távoli kísérlet. Egy távoli lövési kísérlet fölé száll. Jó lenne fél időben előnnyel pihenőre vonulnia a csengeri csapatnak. Hazai szemszögből nézve ez nagyon jó lenne, ugye? Katona Pali a földön. Széttárja a kezét ott Temesi Norbert Ilmos. Ő is a földön játék, ez a tömeg továbbatik. Mekkora mentés volt ez víztől. Fogja is Csorvási Ádám a fejét. Időkérés a csengeri csapat részéről. 1-0-ás csengeri vezetésnél. 4 perc 17 másodperc van hátra az első fél időrendes tiszta játék idejéből, amikor időkérés következik. Osváth Sándor góljával vezet a Csenger csapata a Rubeola ellen. Na kérem szépen. És én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó pillanatban kérte most ki Szilágyi Sanyi az időt. Most valóban jó lesz egy kis nyugalom. Egyébként az alsó házban, ha már ugye itt a felső házról azért itt beszéltünk, ugye az MB2 keleti csoportjában, gyorsan oda lapozok én magam is a tabellához. Tehát, hogy a Kincsen futszál ezúttal csak az alsóházban szerepel, ők vannak az alsóház élén, 7 pontjuk van. A Nyomdavár Nyírbátor a második az alsóházban 5 ponttal, itt a tavaszi szezon rajtja előtt. A Meapsz Miskolc a harmadik 4 ponttal, a Ügység FC a negyedik 3 ponttal, és a DAF Szeged az ötödik 2 hozott ponttal. Ez az alsóházban tehát, ahol egyébként a mai napon Kincsen futszál és Nyírség FC, valamint Meapsz Miskolc DAF Szeged mérkőzéseket rendeznek. Itt a felső házban egyébként ezen a meccsen kívül A-Studio futszál, Nyíregyháza, Energia FC Gyöngyös és Maglód Mád találkozókat rendeznek. No, akkor Balog Árpi. Csorvási. Csorvási. Zán. Balog Árpi, Zán. Katona Pali. Katona Pali rémült arca, hogy csak nem ellenem fújtatok. De nem, most Pali megnyugszik, mert a javára szól a játékvezető ítélet. Zán. Zán meglövi, Szacskó véd. Zán nem cicózott. Balog Árpi viszont telibe kapja a labda. Nagyon kellemetlen volt ez, nagy erővel lett meglőve. Kovács Balázs labdája talált telibe Balog Árpit, aki jelzi, hogy minden rendben. Mehet a folytatás.
Sedlacek lép pályára a csengeri csapatban, és hát egy üdítő színfoltja ennek a mai mesnek a csengeri fiatalok játékain, azt gondolom szintén, de az egész csengeri csapat egy kiváló ellentét a Rubeola ellen nagyon jó teljesít ezen a mai mérkőzésen az eddig eltelt időszakban. Én azt gondolom, hogy nem lehetünk elégedetlenek a látottakkal. Jó meccs, és egy jó játszó hazai csapat. Egy jó játszó ellenfél ellen vezet. Osvárd góljával. Kint volt a labda. Sedlacek. Szűcs jelzi, hogy hátrébb kell vinni. Temesi. Szacskó. Kiser. Meg kéne menteni, így van, sikerül. Aztán a passz nem jó Sedlacektől most. Balogárpé húzdítja, tenyerébe csap a fiatal játékosok, hogy semmi baj, öreg. Megpróbáltad, jól gondoltad el, csak egy picit a kivitelezésben volt. Egy nagyon apró kis hiba. És ezt kell a fiataloknak buzdítani, nem korholni őket. Kiser volt a szabálytalan, Zán szét is tárja a karját. Forgács és Fischer beszélik meg. Zán. Balogárpi. Zán. Nagyon jól megoldott eddig a csengeri csapat a kapu előterében a dolgokat, és tényleg minimális lehetősége volt a vendégeknek. Támadásban pedig néha kifejezetten lendületes és jó akciókat figyelhettünk. Most vigyázni kell, ez most veszélyes. És Makai! Jaj! Makai Zoltán! No, egy kis megbeszélés, ott aztán egy csere. Vérzik a könyöke Zánnak, ezért szólt, hogy gyorsan a játékvezető, tehát egy kis ápolás kell. Vérző játékosokat ment a játéktéren. Hoppá! Júj! Ez meleg volt. Valljuk be őszintén. Nehéz Krisztián József, jól érkezett. Fölé bombáz. Bakó. Nem is Bakó, elnézést, Sedlacek. Csorvás. Csorvás ügyesen csinálta. Kovácsról megy ki a labda. 2 perc, 42 másodperc. Van hát az első fél időből. Vezet a Csenger a Rubeola ellen. Ú, de jó kis meccs. Kifejezetten jó kis meccs. Na hát szóval itt a felsőházban, a lejátszásban ilyen derbikre számítható. Hoppá! Fejjel, bele fejjel ebbe a bombába a csapatkapitány Füzi. Csorvási bombája volt ez. Balogárpi. És kimegy a labda. Csorvási. Nagyon-nagyon jó lenne megőrizni ezt az előnyt a fél idő végéig. Sedlacek tette ügyesen tovább. Hoppá! Balogárpi, de jó kis lövés volt. Szacskó bravúr. Nagyon-nagyon jó kis lövés volt. Balogárpi. Volt svungja ennek a löketnek. Na kérem, továbbra is 1-0, Osvárd Sándor a meccs eddigi egyetlen találatának a szerzője. Hát nem egy gólgazdag első fél időt látunk. De a meccs maga nagyon jó. Víz. Temesi. Elképesztő mennyiségű dolgozik a csengeri csapat, rengeteget futtak a fiúk.
Nagyon-nagyon-nagyon felkészítette Szilágyi Sanyi a Rubeola ellen a csapatot, ez látszik. És nagyon fegyelmezetten igyekeznek a Szilágyi Sándor által kérteket a fiúk végrehajtani a pályán. Úgy gondolom, ez is látszik. Jaj, de jó volt, Szedlacsek! Remek közbelépés! Víz. Osvát, remek. Balogárti, Barta. Osvát. Balogárti. Barta. Osvát. Szabadrugás. Jön Bence Levente Szedlacsek helyére. És ugye, bizony-bizony, kigyűltek a szabálytalanságok. Jöhet Balog Árpi. Szacskó kapus vele szemben, no! Ű, mekkora jó kis csattanó lenne ugye egy második gól. Itt a félidő lezárásaként. Egy megnyugtatónak tűnő előny lehetne. Na kérem szépen, Balog Árpi. Vele szemben a kapuban Szacskó László. Belövi! Na náhogy belövi! Ude bevarja! Balog Árpi a csapatkapitány! 2-0 a Csengérjavára! És a népdalkör, a magyar népdalkör, a Csenger futcál fanatik a piszkált ki belőle elnevezésű örökzöldet énekli. És jó a hangulat Csengerben! 1 perccel az első fidelet előtt 2-0-ra vezet a csengeri csapat. Balog Árpi, új Barta! Ezt nem védhette Szacskó. Osvát! És majdnem ott a harmadik! Na kérem szépen! Balog Árpi hátul ment, ez igen! Barta a földön, mi szabálytalanság? Fel is pattan! Hatalmas csata itt a félidő végénél. És most megállítják a játékvezetők az időt egy ápolásra. Ellenőrű fikra, hogy én állunk. Csenger! Rubeola! 2-0-ra vezette. A csengeri csapat a Rubeola. 29 másodperc van hátra. Hadzsi Máté az, aki egyébként megsérült itt ezután a belépő után. Cserélni kényszerül még itt erre a 29 másodpercre, a Rubeola bejön a pályára, a csapatkapitány Füzi Zsolt. 2-0! Hát álomszerűen alakul a hajrá a finish a csengeri csapat szempontjából. Rendkívül fegyelmezetten, lelkesen, sokat futva, és a játék van minőséget nyújtva futcálozik a csengeri csapat. Jó, ezt így elmondanom, azt gondolom. Bence Levente jön vissza. Katona Pali. No, még egy csengeri támadásos van idő. Osvát. Bakó, Osvát! Osvát még mindig! Katona Pali! Hát, túl lett cifrázva ez már így. Tisztelt nézők, a csengeri csapat 2-0 arányban vezet a Rubeola ellen. Osváth Sándor góljával szerezte meg a vezetést a csengeri csapat, és Balog Árpi az első félidő finisében 2 gólosra növeli a Csenger előnyét a Rubeola ellen. Soha rosszabb meccset, nagyon jó hangulat van itt Csengerben, a Városi Sportcsarnokban. Hát legyen hasonló, én azt kívánom valamennyünknek, a második játékrész is. Most minden esetre szusszanjunk egyet.
Tisztelt nézők, másodperceken belül kezdődik a második játékrész itt Csengerben, a Csengeri Városi Sportcsarnokban. A Petőfi DSS a Csenger Rubeola futballklub MB2-es bajnoki futszál mérkőzésen, felsőházi rájátszás és a találkozót ugye itt a Nagy Szabolcs operatőr kollégával 2022. március 28-án hétfőn este rögzítjük egyébként. Ez a felsőházi rájátszás mondja az első hazai derbi Szilágyi Sándor csapatának. És eddig egészen álomszerűen alakulnak a dolgok, hiszen egy egészen jó kis első félidőt láthattunk, ami egy egész minőségi focit is hozott egyrészt. Egy nagyon-nagyon nagy szívvel küzdő csengeri csapatot láthattunk, akik a játékban is olyan minőséget tudtak nyújtani, hogy azt gondolom, hogy joggal kísérte a félidőben nagy-nagy taps, nagy-nagy nézőtéri taps a pihenőre vonuló hazai csapatot. Két gólt szereztek a csengeriek, Kosvár Csándor lőtte az első gólt, és a félidő hajrájában Balogh Árpi ugye ott a büntetést váltotta gólra. Balogh Árpi, és így alakult ki a 2-0-ás mérkőzés állását a másik félidő kezdetére. Hát innen folytatja a sárga, a fekete vezes Rubeola, és hoppá, ijjjjj, az bizony helyzet volt, oda kell figyelni. Vízfülöp József volt az, aki ott zicserbe került egyébként. Ez, ismerjük el, gólszerzési lehetőség volt a Rubeola előtt. De marad a 2-0. No, hát kérdés, ugye a szünetben mit tudott a két mester kitalálni. Hát ugye ilyenkor most a Szilágyi Sándort nézzük, hogy hozzá figyeljük ezt a szituációt, ami akár melegebb is lehetett volna, de megúszta a csengeri csapat. Katona Pali! Perdíteni akart Pali. Úgy de szépen csinált ezt most Hadzsi Máté. Makai véd azonban. Úgy ott már nagyon ki volt csodolva Hadzsi. Megy tovább. Most kisebb idegrohamot a vendég kispad kap. Állítsd ki. Kiáltja a Csenger futcán fanatik. Követelnének oda is egy sárga lapot. Ugye Szilágyi Sándor az a jakmestere az első félidőben egy ilyen kis dűrhalm után bizony sárgát kapott. Most Jenei mester megúszza. Icipicit ilyen szempontból jogos a közönség reakciója, azért tegyük hozzá. Na nézzük Csorvási szabadrugását. És érdemes volt nézni. Nem volt ez rossz kísérlet Ádám. Mellé megy, de jó lövés volt. Egy borzasztó rossz indítás volt Temesi Norbert Vilmostól. Az egyik létező legrosszabb megoldást választotta a Rubeola játékos. Természetesen ezt a hazaiak köszönik szépen. Csorvási. Csorvási kivezeti. Ádámos túl cifrázta, túl bonyolította a labdával a dolgokat. Víz. Temesi. Ezt most ügyesen oldja meg Temesi. Szacskó. És kimegy a labda. Fekete onnan már nem tudta behúzni. Fekete Róbert. Bakó, Zán. Temesi. Víz. Hadzsi. Nagyon jó cselesz Hadzsi. Balogh Árpi viszont nagyon jó közbeavatkozással tisztáz. Bakó Tomi. Szacskó véd. Lapos lövés volt, de Szacskó nagyon magabiztosan védi. Fekete Hadzsi. Temesi. Víz. Temesi. Hoppá! Makai lábbal. Kellemetlen lövés volt, maradjunk annyiban. Bravúr kellett, de véd Makai Zoli. Temesi, víz, jól oldják meg. Víz teszi át. És mekkorát ment
tett Zán Bence. Óriási Zán Bence bravúr Hadzsi lövésénél. Önfeláldozás felső fokon. Minden esetre azért az eddig eltelt 3 perc itt a második időben jelzi, hogy hát nem fogja a Rubeola egy pillanatra sem feladni. Na de legyünk őszintén, ezt azért sejthettük. Jó csapat, nagyon komoly célokkal ugye a Rubeola is. A bajnokság még kimenetelt illetően, és... Jaj! Hadzsi majdnem gólhelyzetig birkózta magát. Eddig cseleiről híresült el, most harcossága is megmutatkozott. Csorvásiról megy ki a labda, víz. És jöhet a Rubeola. Hadzsi Máté, ügyes fiú egyébként. Szép dolgokat csinál Hadzsi a labdával. Jó név egyébként Hadzsi, már ugye egy Hadzsi volt annak idején, aki azért ugye tudjuk, hogy egy szenzációs futballista volt. A nemzetközi fociban is letett valamit az asztalra. Györgye Hadzsiról beszélek most ugye. Egyfajta névrokonság. Labdaszerzés a Rubeolától. Hadzsi. Bence Levente, labdát szerez. Csorvási, Bence Levente. És sarokrugás. Bence Levente és Csorvási. Ez igen. A Csengel futsal fanatik óriási buzdítást vág le a meccsen. Le a kalappal, tényleg plusz ember a csapat a fiúk számára. Csorvási, Zán. Bence Levente. Makó. Egy kötény, de igazából sok haszon nincs benne, maradjunk annyiban. Zán! Zán is nagyon jól játszik. Nagyon sallangmentesen, tisztán végzi a dolgát a védekező munkában Zán Bence. Végtelenül roppant hasznosan. Le a kalappal. Na kérem szépen. Bence Levente. Hátrébb kell a sorfalnak állnia. Bakó Toni. Csorvási. Hihetetlen, amit a labdával csinál. És Osvár. Önfeláldozóan. Fischer elől tisztáz. Füzi. Víz. Bence Levente. Jól van. Beragad a labda ott Bacsú alá. Te, ő megmenti. Fischer. Ügyes játék. Víz. Víz még mindig. Levágódik a lövés. Bence Leventéről felkiáltottak egyebbenként a bőbeolások, hogy kéz. Nem hinném, hogy ebben bármi nemű szándékosság lett volna. Még ha esetleg én nem láttam, hogy kezet ért volna, de ha ért is, nem hinném, hogy szándékos volt. Ejj, Bartának nem sikerül jó ütemben átvenni a labdát. Térdére pattant. Ez nagyon veszélyes támadás lehetett volna. Fischer elől megint Osvár. Fischer teljesen el van keseredve. Egészen fantasztikus ilyen figura, orgia van a karjai Fischernek, tetoválásai. Látványos, szép. Na, Kovács. No, csak sikerül megszerinteni itt Kardosnak. Jöhet a Rubeola sarokrugással. Fischer elhagyja a játékteret.
pályán, 9-esen nehéz Krisztián József. És a csapatkapitány Füzi Zsolt megy oda elvégezni a sarokrugást. Ott a lövés! Szedd a csekblokkor! Jaj! Barta megbillentette egy picit Kardost. Na nézzük. Bence Levente tisztázott. 2-0 továbbra is a csengeri csapat javára. Osváth, Sándor és Balog Árpi góljai. Két gólos csengeri előtt jelentenek. Osváth Sanyi tisztáz. Hihetetlen hasznos a védőmunkája Osváth Sanyinak. Egy lövés levágódik Osváthról. Bartáról megy ki a labda. Bartát gyorsan cseréli, mert annyira hasba találtott, fáj neki. Lecseréli így Szilágyi Sándor. Olaj Erik pályán a csengerbe. És már is egy jó ütemű közbeavatkozás. Hát egészen bátran futbolzik Olaj Erik is le a kalappal, megmondom őszintén. Egy nagyon pozitív csalódás számomra fiatal ember. Olaj ismét. Többet bírtuk, hogy kétségtelen a második fél időben a labdát a Rubeola csapata. Ugye hát főleg az első fél időben történtek ki, összehasonlítjuk az eseményeket. De nagyon-nagyon jól állja a sarat a csengeri csapat. Szabadrúgás. Rubeola. Osváth. És Osváth felpattan, és már ő tisztáz. Hitetlenkedik egy kicsit itt Kardos Olivér, hogy ő a labdát rúgta, de határozott a játékvezető. A csengeri csapat jöhet. Olaj! Olaj a labdával! És ellövi a kapus mellett is, csak már nem jut el Bence Leventéig. De szépen csinálta ezt ott nehéz, aztán már túlbonyolítja. Szedlacek labdát szerez. Szedlacek és Szacskó. Jó kis támadás volt. Kardos tette vissza. Kovács előre egy tisztázás, Szedlacek. Jön Bakó Tomi. 2-0 továbbra is a Cseggernek. Jön Teremi is vissza a Rubeolában. Füzi Zsolt, a csapatkapitány. És a szűnni nem akaró buzdítás. Osiról megy ki a labda. Remitől elgeti meg Szilágyi Sanyi. Menet közben, nem mostani keltezés az ismerettségük. Temesi. Nézzük ezt a támadást. Makaidával el. Makó. És Olaj és Szacskó! Olaj, bátra, megpróbálta! Jól van! Mutatja ezt neki Bakó, hogy bravo öreg! Szacskó védett. És ezt azért bravóra kellett hárítsa. Barta kicsúszik most a labda róla. Víz! Temesi! Hát nem Teremi, Temesi, még egyszer elnézést. Temesi, elől, teszi ki, Bakó.
Temes összjáték a Hadzsival. Most hát labdát szerez. Bakó! Bakó! Hát ez gyönyörű volt. Nem akkora bombagól, mint nagypályán Tarpán a Nyírbáton színeiben, de gyönyörű gól. Hihetetlen, higgadsággal. Bakó Tamás! Hú! 3-0 a csengeri csapat javára. Hát, dörzsölöm a szemeim. Nagyon jól játszik a Csenger. Bakó Tamás! Na, nagy pálya után kispályán is egy gyönyörű emlék. Tomi pályafutásában ez a gól. Bakó Tamás, és most már ugye a kapust is lehozzák. Akai! Mekkorát nyúlt! Hát bizony! 3-0 a Csengernek! Katona! Ügyesen oldotta meg Pali! Nagyon ügyesen oldotta meg! Kérem szépen! Ez eddig egy álommeccs hazai szemszögből nézve a dolgokat. És ugye most már ott Füzi Zsolt, a csapatkapitány, aki kapussá is avanzsál, meg mezőnyjátékos is ugye lehozva a kapus. Temesi, Víz, Kovács, Víz! Jön a pozícióharc. Hát kérem szépen, lassan eltelik a második félidő rendes játék idejének a fele is. Túl leszünk 10 percen a második félidőben is. Nem is olyan sok idő múlva. Temesi. Fekete, Temesi, Víz, Kovács. Fekete, Kovács. Fekete, Víz. És visszajön a labda Füzitől, egész hátra Vizik. Fekete. Víz. Temesi. Fekete. Füzi. Katona! Katona! És nem sikerül Palina. Balogárpi! Mindig van valaki, aki kisegíti a másikat. Mindig van valaki, aki kisegíti a másikat. És harmadjára is elmondom. Mindig van valaki, aki kisegíti a másikat. Hoppá! Gól! Ez már bent van. Fekete, nagyon higgadt volt. Fekete Robert góljával 3-1. 9 perc, 25 másodperc a hátra. Ez még sok idő, vigyázni kell. Fekete Robert szerzi, tehát az első Rubeola gólt a meccsen. Na kérem szépen. Van esemény. Nem unalmas a második félidő sem. Remélem önök is ugyanígy érzik, akik megnézik ezt a közvetítést. Balogárpi. Szacskó. A kapufáról kipattan a labda. Balog Árpi. Szenzációsan csinálta Árpi. Cserél Jenei Mester, a Rubeola. Temesi. Kovács. Füzi. Füzi visszaperli Temesihez.
Na, ez itt még izgalom. Füzi. Füzi. És Makai. Makai Zoli. Megpróbálta. Jön a Rubeola megint. Jól állja a nyomást eddig a csengeri csapat. Víz. Kovács. Víz. Kovács. Tenesi. Hát Kovácshoz. Víz. Fekete, a gólszerző. Mármint a Rubeola gólszerző. Hoppá, gól! Zán Bencéről vágódik be a labda. A csapatkapitánynak, Füzi Zsoltnak adom én ezt a gólt, hát ő lőtte rá. És Zán Bence bal szerencsés mozdulata a sarkáról vágódik be a kapufa tövénél. 3-2. Lehet, hogy majd a hivatalos edzőkönyvben öngólként vonul be, de én Füzinek írom a második Rubeola találatot. 3-2 tehát. Drámai csata. A Csenger Fincán Fanatik megállás nélkül buzdítja a csapatot. Szünet nélkül. Óriás, amit ma a B középpénkhez visz. Játékvezető szabadrugási tér a csengeri csapat javára. No, most egy pillanatnyi csend a csarnokban. A játéktéren. Balog Árpi a szabadrugás mögött. Balog Árpi, Bakó Tamás, Osvárd Csanyi, Csorvási Ádám most ugye Makai lett a pályán a csengeri csapatban. A vendégeknél Nehéz Krisztián József, Temesi Norbert Vilmos, Víz Fülöp József, Fekete Róbert, aztán most a Kovács Balázs, no meg a CK Füzi Zsolt. Füzi. Júj. Elmegy szerencsén a keresztbe. Nagyon veszélyesek ott a jobb oldalon belőtt labdát. Jön vissza a kapuba Zacskó. 3-2, egy gólosra csökken a csengeri csapat előnye a Rubeola ellen. Van izgalom, van dráma. Vigyázni, Balog Árpi. És Vízről megy ki a labda. Víz nagyon sok időt tölt pályán a Rubeolában. Ő elsősorban ugye a védekező munkájáért érdemel dicséretet. Fekete. Temesi. És jön már is Füzi. Jön a csere, Szacskó helyén, a kapus helyén. A Jolly Joker Füzi, a csapatkapitány. Fekete. Balog Árpi. Megpróbálta. Így sikerült. Fekete. Azt hittem, hogy el tudja csípni Csorvási, de csalóka volt, nem volt ez annyira az irányában olyan pozitívan pergő ez a labda. Mármint a megszerezhetően arra felé szálló labda. Na, a lényeg, hogy a Rubeola hozza a támadását. Kovács. Kimegy, és jön a Csenger. 6 perc. 6 perc. Vezet a Csenger 3-2-re a Rubeola ellen. A csengeri csapatban Osvárd Sándor, Balog Árpád és Bakó Tamás a gólszerzők. Míg a Rubeolában Fekete Róbert és Füzi Zsolt. Bakó Tamás lövi keresztbe a labdát. És Nagy Sanyi veri a dobot, szól a harcoljatok a Csenger Futsal Fanatiktól.
Víz. Fekete. Víz. Füzi. Ott a gól. Nagyon szépen csinálta Füzi. Fekete második gólja 3-3. Időt kér a csengeri csapat. 3-3-nál. Azt kell, hogy mondjam, hogy a CK, Füzi és Fekete nagyon szépen csinálták. Fekete Róbert második gólja a meccsen. Ő eddig egyetlen, aki két gólos, a Dervin 3-3. Timeout időkérés a Csenger Futsal csapata kérte ki második idejét. Tehát a Csenger Futsal, Szilágyi Sándor azt gondolom, hogy teljes joggal kér időt. 5,5 perc a hátra a rendes játékidőből a mérkőzésen. És kiegyenlít a Rubeola. 3-3, tehát a találkozó állása. Nagyon-nagyon nagy nyomás alatt tartotta ugye a csengeri csapatot a Rubeola itt az utóbbi percekben. És sikerül nekik, a egyik legfontosabb céljuk az, hogy ki tudtak egyenlíteni. De hát ugye nem csodálkoznék egy bajnoki címre hajtó csapatnál, hogyha mindent megtenne a Rubeola azért is, hogy esetleg egy győztes gólt bepréseljen. No de hát erre fog törekedni szennen győződésem a csengeri csapat is. Úgyhogy nagyon izgalmas kis finisht láthatunk még itt ezen a meccsen. Az utolsó bő 5 perc, egész pontosan 5,5 perc, ami a rendes tiszta játék idejéből hátra van a találkozónak. 3-3-ra áll a Csenger Rubeola mérkőzés. Emlékezetes jó kis meccs lesz ez, én azt gondolom, akik eljöttek ide a Csengeri Városi Sportcsarnokba, az a 150 néző, és azok, akik megtekintik itt a világhálón ezt a találkozót, én úgy gondolom, nem fognak rosszul szórakozni, nem szórakoztak eddig sem rosszul, remélem még a hátralő percekben sem fognak rosszul szórakozni. Nagyon-nagyon jó kis meccset látunk. Két jó csapat, egy nagyon-nagyon jól futballozó csengeri csapat, és kimerem ezt jelenteni, nagyon jól futcáloznak a srácok. Itt a másik félidőben a Rubeola viszont elérte célját, és a hátrányt kiegyenlíti. Szacskó kereste volna nehéz Krisztiánt, de túl nehéz volt Krisztiánnak ez a labda arra, hogy megjátsza. Víz. Hoppá, Bakó! Hoppá, Bakó! Osvár! Ez most nem volt túl jó lövés, de Messi! Ez nem volt egy túl jó labda kihozatal, veszélyes lett a vendégeknek, de végül még jól sül el. Hadzsi, Hadzsi! És cserél Jenei mester is. Jön egy alapfelállás ugye itt a támadásokhoz. Kapus lehozva, Füzi, ez is tehát mutatja, hogy tényleg a győzelem rajta Rubeola. Füzi, Kovács, Fekete, Temesi, Víz. Velük szemben Csengeri részről Bakó, Csorvási, Osvárt, Balog, Makai. Ide szép csel volt. És bent van. Feketéről, Fekete harmadik gólja. Vezet a Rubeola 4-3-ra. Azt kell, hogy mondjam, sajnos innen is úgy látszott, hogy teljes terjedelmével túl volt a labda, igen, igen. Nem is itatkoznak egyébként a csengeri srácok sem. Fekete harmadik gólja, Fekete Róbert gólgyáros lesz ezen a meccsen lassan. 4-3-ra vezet ezzel a kis furcsa, egészen furcsa kis találattal a Rubeola csapata. No, megfordult a mérkőzés. Előny a Rubeolánál a vendégek. Véleményem továbbra sem változik. Nagyon jó meccset látunk. És egy nagyon nagyot küzdő csengeri csapatot. Első félidőben talán valamilyen jobban játszott a Csenger, mint a másodikban. Jaj, sikerül felszabadítani. Most volt egy kis pici kapkodás. Víz, Szacskó. Ügyesen oldják meg a Rubeolások. De szépet csinálják. Levágódik a lövés. Jöhet a Rubeola. És cserélnek. Jenei mester hívja is le a kapust. No. Szücs játékvezető beszél itt meg valamit Temesivel. 4-3-ra vezet a Rubeola a Csenger ellen. Füzi, és Füzi játék a nagyon hasznos, ott a jobb oldalon.
a Jolly Joker, CK. Temesi. Víz. Temesi. Víz. Kovács. Fekete. A három gólos Fekete. Fekete. Temesi. Most jegelik a labdát a rubeolások. Víz. Fekete. Csorvási mente. Bizony kellett ott, hogy Csorvási mentsen ott az elő. Osvát kirobba. Csorvási. Balogárpi. Csorvási. Bence Levente. És Füzi. Jön Temesi helyére. De jól látom, Kovács Balázs. Sőt, Fekete is nagyon nehéz jön a helyére. Barta. Makai. Labdaszerzés rubeolás részről. Nehéz. Jön megint Füzi. Kezdődik a pozícióharc. No, Temesi, Víz, Kovács, Füzi. Kovács, Víz, Temesi. Bence Levente, Osvárd, Barta, Csorvási, Makai velük szemben. Fekete. Barta. Osvárd. És Víz mekkorát mentette, jó ég! Elképesztő bravúrral mentett most ott Víz Fülöp József, azt kell, hogy mondja. Ez egy nagy csengeri gólszerzési lehetőség lehetett volna. A Víz nem ilyen szenzációsan avatkozik közbe. Makai! Jaj, Temesi! A lábában volt az ötödik rubeola gól. No. Egy sárga lap, Fekete Róbert, a három gólos Fekete kapja ezt a sárga lapot. És sarokrugás. No, volt egy kis tanácsalanság, hogy mi, hogy is fog folytatódni. Egy biztos, Fekete sárgát kapott. Szerintem Fekete Robi kapta a sárgát, nem Víz Fülöp. De lehet, hogy én láttam rosszul. No mindegy. A hivatalos az, amit ott a zsűri asztalnál elkönyvelnek. Sárga lapot kap most Jenei Otto is, a vendégek szakvezetője. Besárgul tehát Szilágyi Sanyi után a vendégcsapat mestere is. Utolsó percen belül vagyunk, tisztelt nézők. 4-3-ra vezet a Rubeola a Csenger ellen. Utolsó percen belül vagyunk. Bakó Tomi a Jolly Joker a Csengerben. Makai Zolit lehozta Szilágyi Sanyi. Hihetetlen dráma, hihetetlen izgalmak az utolsó percben. Hogy eltelt? Hogy elfutott? Hogy elszaladt? Ez az egész második fél idő is ezen a meccsen. De jó kis meccs volt ez. De jó kis meccs volt ez, kérem. Két remek csapat kiváló csatája. Hát én hiszem, hogy maradandó élmény mindenkinek, aki velünk tartott és megnézte ezt a meccset. Csorvási. Bakó Bence. Osvárd. Bence Levente lövése, blokkolja. Ott Hadzsi Máté. Osvárd. Bakó blokkolja, nehéz. És Szacskó.
Na kérem szépen! És Bence Levente. 24 másodperc. 4-3-ra vezet a Rubeola a Csenger ellen. 24 másodperc. Időt kér a Rubeola. Hú! Na kérem szépen. 24 másodperc van hátra. Kikéri a második idejét a Rubeola csapata. Hát kérem szépen. Egészen elképesztő meccset láttunk. Most már Csándor góljával a Csenger szerezte meg a vezetést. És aztán az első félidő hajrájában a finishben jött a büntető Balog Árpi. 2-0, ez volt tehát a félidő, és aztán jött Bakó Tamás gólja, amivel 3-0 arányban vezetett már a csengeri csapat. Eztán jött egy szépítés Fekete Róberttől, ezzel lett 3-1, és aztán Füzi Zsolt gólja, vagy öngól, ugye hát félig meddig kiki kedve szerint, ahogy ezt megítélte, 3-2 lett, és aztán Fekete Róbert még kétszer betalált Füzi gólpasszaiból, így lett 3-3, vagy 4-3 a Rubeola javára. Jelenleg 24 másodperccel a vége előtt, ugye, amikor Jenei Otto kikéri az idejét, a bajnoki címre hajtó Rubeola csapat a mestere, akkor, amikor gyakorlatilag oldalról a Rubeola hozhatja majd játékba a labdát, természetesen most nem hozzal a kapus Jenei mester, nem vállalkozik ilyen nőgyilkos taktikára. Fekete Róbert, Víz Fülöp József, aztán Nehéz Krisztián József, és Kovács Balázs pályán a vendégeknél Bakó Tamás, Zám Bence, Csorvási Ádám, Barta Balázs és Osváth Csanyi a csengernél. A csengeri támadás! Fekete Róbert! Fekete Róbert, aki a mezőny egyik legjobbjává avanzsál. Öt hiba a Rubeolánál, 12 másodperc kérem. 12 másodperc. Hihetetlen izgalmak. Bakó Tomi. Zám Bence. Előbb-utóbb el kell vállalni a lövést. Csorvási. És Nehéz. 3 másodperc. 3 másodperc. Osváth Csanyi. Csorvási, újabb blokkolás, Víz Fülöptől. Hát, elképesztő dráma. Osváth Sanyi, vége. 4-3-ra a Rubeola győz a mérkőzésen a Csenger ellen. Egy egészen elképesztő mérkőzés. Én azt gondolom, hogy a csengeri csapat a vereség ellenére meg fogja érdemelni, hogy a közönség, a hazai publikum megtapsolja a csapatot, mert óriásit küzdött a csengeri csapat, és én azt gondolom, a meccs nagy részében jól is futballozott a csengeri csapat, megítélésem szerint. A Rubeola, amiért mindenféleképpen dicséretet érdemel, hogy 3-0-nál sem adta fel, felálltak, nagyon-nagyon mély padlóról állt fel a Rubeola, én azt gondolom, mély gödörből álltak fel ezen a meccsen, megjárták a poklot, és a végén ők kerültek a mennyországba, de én azt gondolom, hogy mindenféleképpen a csengeri csapat is azért valahol most ott a mennyország szélén üldögélhet ezután a meccs után, hiszen óriásit küzdöttek a fiúk. Nagyon szép gólokat láttunk, nagyon jó meccset láttunk, jó hangulatú meccset láttunk, ezért lesz érdemes ide a Csengeri Városi Sportcsarnokba a Felsőház mérkőzéseire járni majd a közönségnek, én azt gondolom, illetve ezért lesz érdemes majd megítélésem szerint itt a felsőházi közvetítéseinket önöknek is figyelemmel kísérni. A futszál remek propagandája volt ez a találkozó. Én Nagy Szabolcs operatőr kollégám nevében is nagy tisztelettel és szeretettel megköszönöm valamennyiük kitüntető figyelmét. Mind a két csapatot megtapsolja a publikum, és mind a két csapat megtapsolja a publikumot. Kölcsönös a tisztelet, kijár mindenkinek, mert ma mindenki, csapatok, közönség jól teljesített. Tisztelt nézők, a végeredmény tehát, a Rubeola 4-3 arányban győz itt Csengerben. Soha rosszabb meccset ne lássunk, azt kívánom valamennyiünknek.
Tisztelt nézők, szeretettel köszöntöm Fekete Robertet, a Rubeola csapatának a játékosát. Hát nagy dráma volt itt a Csengeri sportcsarnokban, Robi, és ebben a drámában rád hát főszerepet osztottak, hiszen aki 3 gólt szerez egy meccsen, hát az semmiféleképpen sem statiszta és nem mellékszereplő. Emellett gondolom azért természetesen fogod is mondani, gondolom, hogy a csapat sikerének érzette is azért ezt a sikert. Egy biztos, megítésem szerint óriási dolog volt, hogy 0-3 után nem adtátok fel, és onnan tudtatok felállni. Ezen a meccsen megjártátok a poklot és a mennyországot is. Hát hogy élted meg? Frissében vagyunk itt a meccs után. Gondolom duplán vagy boldog, egyrészt a csapat siker miatt, másrészt pedig azért, mert azért az ember egy ilyen meccsen 3 gólt szerez, az mindenféleképpen büszkeségre ad okot. Nagyon jól elmondtad. Egyébként, ha feladtuk volna, akkor nem is lennénk igazi sportemberek. Kérted, elemezzem a meccset. Úgy gondolom, hogy a második félidő közepéig a Csenger minden tekintetben fölénk nőtt, amíg le nem hoztuk a kapust, igazából sanszunk nem volt a meccsen. 3-0-ra vezetett a Csenger, de hogyha 5-0 vagy 6-0, igazából egy szót nem szólhattunk volna, jól védett a kapusunk. Utána mindent egy lapra feltettünk, nem volt más esélyünk, megpróbáltuk az 5-4-es játékot, és jól működött, mert 4 gólt tudtunk rúgni, és meg tudtuk fordítani a mérkőzést, de mint mondtam, 30 percig, mintha a pályán se lettünk volna. Ez egy nagyon érdekes kétarcú mérkőzés volt ez. Emellett ugye hát azért ti olyan pozícióban vagytok, hogy kimondva kimondatlanul, de hát ti nyugodtan harcoltok a bajnoki címért, hiszen ott vagytok a közvetlen élbolyban. Gondolom azért ez a győzelem ezért is számotokra duplán örömteli lehet, hogy azért itt bőven versenyben maradtatok ezzel a sikerrel. Csengeren nagyon-nagyon nehéz nyerni. Ugye az alapszakaszban kikaptunk elég simán itt nálatok. Igen, feljutás a cél. Ki van mondva, hogy a feljutás a cél, de ugyanazt tudom mondani, hogyha úgy fogunk játszani 4-4-ben, mint az első 30 percben itt a meccsen, akkor nem fogunk feljutni, mert akkor a Nyíregyháza le fog győzni minket, a Maglód le fog győzni minket, és sorolhatná még a felsőházi csapatokat. Úgyhogy időben vagyunk még ahhoz, hogy észhez kapjunk, mert tényleg szerintem a szezon leggyengébb első fél idejét produkáltuk, borzasztó volt, ahogy játszottunk, úgyhogy jövő héten játszunk a Nyíregyházával, úgy az egyik legnagyobb rangadó hazépályán, természetesen nyernünk kell, és egy hét alatt rendbe kell tenni az első fél idejé mutatott játékunkat, mert az szerintem felháborító volt. Gondolom, hogy azért azzal viszont egyetértesz talán azzal véleményemmel, hogy azért a futszálnak ez jó propagandája volt ez a derbi valamilyen módon, mind a két csapatnak köszönhetően. Abszolút igazad van, szerintem szép számú közönség volt, biztos jól érezték magukat, mert tényleg igazi futszál meccs volt. Tehát nagyon, én is pályán belül is jól éreztem magam, meg tényleg nagyon jó meccs volt. Robi, egy-két gondolatot akkor magadról is, ha légy szíves itt a nézőkkel megosztani, mit tudhatunk pályafutásodról, nagy pályán, kis pályán, ha úgy röviden ezt felvázolnád nekünk. Rendben. Háború és béke következik. Nem, próbálom röviden. Nagypályán MB2-ben játszottam 4 évet, 18 éves koromtól 22 éves koromig Vecsésen. Utána kiigazoltam Ausztriába, kint fociztam 14 évet Ausztriába, másodosztálytól a 6. osztályig minden osztályon megfordultam. Utána most 2021 nyarán igazoltam haza Ausztriából, most megye 1-ben játszom, most már csak, hát már 38 éves vagyok. Mellette a futszápályafutásomról meg annyi, hogy sokat játszottam NB1-be, Fradiba, Dunaújvárosba, Dunakeszibe, Fortunába, annó Euroglobába, sok helyen. Most nyáron, mivel megszűnt a Ferencváros futszál, most igazoltam a Rubeolába, mert az 5+1-es válogatottnak is a tagja vagyok, és ennél a csapatnál tudtam összeegyeztetni azt, hogy az 5+1-es válogatottal tudjunk készülni a világbajnokságra, ami majd júniusban lesz, meg az 5+1-es klubcsapatommal, a Mad Dogs-szal készültünk tavaly szeptemberben a Bajnok Ligájára, és emiatt igazoltam ebbe a csapatba, mert innen elengednek minden 5+1-es rendezvényre. Így röviden ennyi. No, hát ez egy igen tartalmas, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat adott számodra. Foci, hol leszek, mint a világbajnokság, ezt még elárulnád nekünk? Mexikóba. Hát ez egy egzotikus túra lesz, de hát nem a tequila lesz az első, és a legfontosabb, azt gondolom, hanem a foci. Emellett tehát biztos, hogy rengeteget kaptál a pályafutáson, van-e már utód esetleg, ezt elárulod-e? Nincs, utód még nincs, meg igen, nagyon, én nagyon élveztem eddig is minden percét, meg még nem akarom befejezni, azért még egy-két évet érzek magamba, az még kérdés, hogy milyen szinten, meg melyik csapatba, de amíg visszaszívem, addig szeretnék még játszani.
Robi, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Ugyan tényleg nagyon nehezen tudtunk itt a melegítésben kiszakítani, és mondtad, hogy neked menni kell ugye futni, úgyhogy most már engedlek el. Köszönöm szépen még egyszer ezt az interjút, gratulálunk természetesen neked és a csapatnak is a sikerhez, és hát további sok sikert még a pályafutásodban, és akkor ott Mexikóban majd képviseljétek megfelelően a magyar színeket, ezt kívánom. Köszönöm szépen. Tisztelt nézőt, nagy szeretettel köszöntöm Szilágyi Sándort, a csengeri csapat szakvezetőjét itt a Csenger Rubaola meccs után. Hát egy vesztes meccs, amikor ünnepel a közönség, egy vesztes meccs, ami után itt megszólaltattam itt a Honi Kispályás foci egyik jeles egyéniségét, ugye Fekete Robertet, aki azért bajukban mezőny egyik legjobbja volt, és ő az interjúban hát gyakorlatilag 80%-ban az ellenfelet dicséri. És egy vesztes meccs, ami után ugye nincs elkeseredve a szakvezető, de azért van hiányérzete, mert több is lehetett volna benne. Emellett Sanyi, én azt gondolom, megmondom őszintén, engem is elragadott a hév, egy egészen jó futballt, futszált bemutató Csengert láttunk a mai napon. Kicsit balszerencsés is a vereség, de gondolom, hogy azért teljes mértékben elégedetlen azért te sem vagy. Köszöntöm a nézőket. Igen, nagyon érdekes, hogy vesztes meccs után egy rossz szót nem tudok szólni, sőt, csak azt hiszem, hogy csak az elismerés szavait tudom használni a csapatra, meg a srácokra, mert ugye említetted Fekete Robit, meg itt van Temesi Norbi, elég, tulajdonképpen két olyan játékos volt itt, akik már akkor a magyar futszal nagyjai voltak, amikor a mi csapatunknak a fele még a pelenkát cserélgette a bölcsődébe maga alatt. Tehát úgy mentünk ki erre a meccsre, és ezt így, ahogy mondom, ez így történt meccsre, becsületbeli ügy. Ugye tudtuk, hogy nagyon sok hiányzónk lesz, azt is tudtuk, hogy valószínűleg ez vár ránk a rájátszásban, hogy folyamatosan hiányzóink lesznek, hiszen nagyon sok játékos is egyenlőre nem tud a futsalban részt venni, úgyhogy jönnek a fiatalok, ha emlékszel rá, és aki figyel egy kicsit a csapat életét, ezt tulajdonképpen január óta hangoztatjuk is. Eljött az ő idejük, és én annyit kértem a 6 fiatal embertől, plusz ugye Ádámtól, mert még ő is nyugdíjas, hogy ma mutassák meg azt, hogy van kire építeni, és van értelme ezt a Csenger futszát csinálni. És hát volt egy olyan déjà vu érzésem, mint 2015-ben, amikor elkezdtük ezt a futszalt. Pont ezzel például osztam a srácoknak meccset, hogy amikor mi kezdtük, akkor pontosan annyi idős volt Osi, meg Gál Krisztián, meg annak idején Pankotai, vagy Juhász Norbi, mint most ezek a 2003-as, 2004-es születésű fiatal emberek, és annyit kértem tőlük, hogy tegyék oda magukat. És amit van, benne van, hozzák ki belőle, az valószínű, hogy jobb futballistákkal fognak találkozni, az valószínű, hogy nem mi fogjuk játszani igazán a futszalt, ez csak is egy dologgal lehet, a küzdelem és a pozitív hozzáállással, meg az akarattal kompenzálni. Én azt hiszem, hogy 30-32 percig ez maximálisan sikerült, és hát úgy igazán, hogy nézegettem fel az eredményezre, hogy most tényleg így vezetünk a Csömör ellen 3-0-ra, hogy ott klasszisok, nálunk pedig ifisták játszak, de szerencsére igaz volt. Azt is tudtam, hogy nem lesz könnyű a vége. Tehát abban is biztos voltam ugye, hogy ki fognak jönni ötönégyezni, és addigra sajnos a húzó embereink egy kicsit elfáradtak, tehát az Árpi is, Bence is, Osi is nagyon-nagyon sokat dolgoztak, és látszott rajtuk, hogy már nem érnek úgy oda. Ugye Zoli is nagyon nagy nyomás alatt volt a kapuban. És hát jöttek a 5-4-ből azok a gólok, amit tulajdonképpen mondhatnám azt, hogy el lehetett volna kerülni, minden gólt el lehet kerülni, de szépen kijátszották, berugdosták, ezzel megfordították a meccset, nagyon-nagyon sajnálom, nagyon megérdemelték volna a fiúk, hogy valami kis jutalompontot kapjunk ezért a meccsen, mert nagyon sokat dolgoztak. De ez van, ma kikaptunk, jövő héten megyünk Mádra, folytatjuk, a gyerekek kapják folyamatosan a lehetőséget, még van egy-két fiatal legénykatalomba, akik még fiatalabbak, akiket szeretnék kipróbálni. Ugye lassan véget ér az NB1-es U17-20-as bajnokság nekik, úgyhogy tudnak is ide koncentrálni. Egyébként közülük többen bemutatkoztak nagypályán is a felnőtt csapatba, nem is rosszul ugye. Bence Levi is parádésan játszott az első meccsen, Alá Erika az első meccsen gólpaszt adott, a másodikon már gólt is rugott. És ami nekem nagyon jó, és aminek nagyon örülök, és nagyon büszke vagyok arra néhány ember, aki most a régiek közül itt volt, hogy annyira befogadták őket, és annyira pozitívan álltak a fiatalokhoz. Ugye ez ilyen örök probléma, hogy elfogadja az öreg, elfogadja a rutinos a fiatalat, vagy nem. Hát csak látni kellett volna Balog Árpit az öltözőbe, Osváth Sanyit a pályán is, az öltöző, a pályán lehetett látni. Tényleg húzták maguk után a gyerekeket, és egy rossz szó nem volt. Pali is 40 évesen, hát tulajdonképpen a fél csapat fia lehetne. És ment velük, és csinálták, és dolgoztak, és brusztoltak.
most le akar, nem tudok, nem is akarok, meg nem is fogok, tudod nagyon jól, soha nem mondok rosszat a csapatomra, de emelem kalapom minden játékos előtt, aki ezt a meccset végigcsinálta. Nagyon-nagyon sajnálom még egyszer, nem sikerült pontot vagy pontokat szereznünk, de ilyen a foci, meg ilyen a futsal. Jövő héten majd javítunk, utána megjön megint a következő nagy kihívás, a Maglód ellen itt van, úgyhogy jön a következő bajnok esélyes. Benne van az is, hogy agyonvernek bennünket, tehát miért ne? A Maglód is ugye tele van rutinos futballistával, NB1-et megjárt, NB2-be évek óta játszó játékosok, az is nem fog érdekelni. Csak mondtam a fiúknak, csak az érdekel, oda teszed magad, csinálod, meg tudsz halni a pályán, ha kell a csapatért, vagy nem. Mindenki meg tudott halni a pályán a csapatért, mindenki végig dolgozta, a hiba az benne van, reméljük egyre kevesebb lesz, de lesz, azt már mondom, tehát aki esetleg azt várja, hogy mi most itt bajnoki címért fogunk harcolni, és mindenkit agyon fogunk verni, az annak egy jó ébresztést tudok küldeni, másot nem. De ez a jövő, és ha ezek a srácok be tudnak épülni, és most van 10 tényleg kőkemény meccsünk, akkor én biztos vagyok benne, hogy szeptembertől, ha még egy kicsit tudunk együtt mozogni, és akkor nagyon szép időszak várhat el a csapatra. És én úgy gondolom, te valamit megígértél, és azt betartottad, hiszen ígérted a fiatalokat, jöttek a fiatalok, akik azt gondolom nem okoztak csalódást, és én nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy most megfogalmaztál, Sanyi, hogy gyakorlatilag itt valahol már a jövőt fektetitek le, és amit ma láttunk, az bizonyítja, számomra legalábbis egyértelműen, de szerintem nagyon sok ember így van vele, és hogy hallottam, hogy jó úton jártok, egy olyan úton jártok, ami a Csenger futszál jövője szempontjából kifejezetten hasznos és üdvözítő lehet. Hát Sanyi, ehhez nagyon-nagyon jó munkát kívánok neked. Én azt gondolom, aki látta ezt a meccset, az azért el fog gondolkodni, hogy legközelebb is ki fog jönni, akik esetleg most csak tévén nézték meg, mert láthatják, hogy ez a felsőházban milyen derbik lesznek majd láthatóak, és ez a futszálnak egy fantasztikus propagandája volt ez a meccs. Engem elragadott, engem lenyűgözött, mind a két csapat, elárulom neked, és külön szeretnék még egyszer gratulálni neked, mert azt gondolom, hogy szakmailag is bravúr volt, hogy felkészítetted a csapatot egy ilyen ellenfél ellen, úgyhogy további jó munkát kívánok neked, és ezzel tegyük hozzá, nem egyszerű a helyzet. Annak is örülünk, hogy csarnok van, ugye legutóbb még arról beszélgettünk, hogy egyáltalán olyan csarnokba fogunk-e játszani, úgyhogy ehhez képest, amit láttunk, én azt gondolom, azelőtt meg lehet a kalapot emelni. Sanyi, további jó munkát, sok sikert kívánok! Szépen köszönöm még egy dolgot mindenképpen, tehát szeretnék azért gratulálni a Csömörnek, mert egy nagyon jó csapat, nagyon jól játszottak, és sok sikert kívánni nekik. Megmondom, hogy nagyon nehéz helyzet vagyok. Mind a három csapattal, aki a feljutásért, az nagyon jóban vagyok velük. Egyet mondhatok, hogy mindenki ellen a legtöbbet fogjuk kihozni magunkból, ők rendezik egymás között a feljutást. Mindenkit meg akarunk majd verni. És még egy dolog, amit mindenképpen el kell mondanom, ha de azért ismered a játékosokat, ebben a csapatban is volt most három kárpátaljai fiatal gyerek, akik tudjuk, szerencsére Kárpátalján még nyugalom van, de több mint egy hónapja nem voltak otthon. Ugye a szüleik össze-vissza a világban. Nekik nagyon-nagyon nehéz, és itt vannak, és csinálják, és dolgoznak. És ugyanez mondható az utánpótlás csapatainkról is, ugye mondtam a 17-et, a 20-at, a 15-be is, főleg az FC-s csapatunkban tele vagyunk kárpátaljai gyerekekkel, nekünk ez egy külön kihívás. És nagyon fontos nekik ez. Nagyon fontos, hogy le tudják kötni magukat, tudnak egy kicsit a focira koncentrálni, a suliba is sokkal nehezebb nekik odafigyelni. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy rövidesen hazamehetnek. Ugye Erik Levi, Korompai Milán ugye 6 kötelesek, úgyhogy ha ők hazamennének, akkor valószínűleg a kezükbe nyomnák a behívót, úgyhogy szó se lehet róla, hogy hazamenjenek. Ugye magyar állampolgárok, úgyhogy teljesen jogosan tartózkodnak Magyarországon. Úgyhogy ez egy külön érdekesség a dolognak, és egy külön, hogy is mondjam, nehézség, vagy nem is tudom, de lehet, hogy nekem is egy kis plusz erőt ad, hogy igenis ezekkel a gyerekekkel érdemes, és a hozzáállásuk meg a mentalitásuk is kiemelkedő, és nagyon-nagyon dicsérem őket, és nagyon-nagyon büszke is vagyok rájuk, úgyhogy ez csak úgy érdekességnek mondtam, ha csak ketten meghallják ezt az országban, ha megnézik a csapatnak a meccset, az összefoglalót, akkor ugye ez is vele jár, és ez is hozzátartozik a mindennapjainkhoz. Én kívánom azt, hogy 2 hét múlva legközelebb beszélgetünk, akkor azt tudja mondani, hogy tegnap este Olá Erik, Bence Levi, meg Korompai Milán is visszajöttek a kollégiumba otthonról, mert az azt jelenti, hogy annak a rémálomnak, ami innen nem messze van, annak vége van, és tényleg mindenki a focira tud koncentrálni. Már csak azért is, mert ugye a nagy pályás csapatunknál is tudjuk, hogy sok kárpátaljai játékos van. Van, akit Pisti el is veszített, úgyhogy kemény időszakot élünk, de reméljük, hogy vége lesz ezeknek a dolgoknak, és tud mindenki csak a focira, meg a futszára koncentrálni. És amit mondták, 2 hét múlva Maglód ellen, várok mindenkit nagyon sok szeretettel a Csenger futszál következő hazai meccsére.
ezt biztos, hogy fogják látni, hogy akar a csapat, ezt biztos, hogy fogják látni, hogy egy csomó fiatal kölyök itt küzd és brusztol abban a gyönyörű szép zöld-fehér mezünkbe a Csengerért és a Csenger futszalért. És számszakilag, ha most valaki azt mondaná, hogy hanyadik helyet várok a csapattól, nem érdekel. Másképpen nem érdekel. Azt akarom, hogy még 9 ilyen meccset játszunk. 9-szer, te mondd el azt, amit gondoltál, vagy 4-szer, mert csak 4 hazai lesz. Meg azok a játékosok, akikre most nagyon-nagyon büszke vagyok, ugyanilyen elégedetten, de mégis szomorúan, legközelebb ne legyenek szomorúak, se menjenek be az öltözőbe, és akkor én azt hiszem, hogy nagyon sikeres évet zárhatunk. A egész klub, ugye a múltkor már elmeséltem, de majd amikor végleges lesz minden, akkor még majd egy kicsit nagy képesködök vele, hogy mit értünk el ebben az évben. Egyébként van egy új hírem, de biztos te tudod, tudom, de nem mindenki tudja. A megyei igazgatóság értékelte a 2021-es évet Szabolcs-Szatmár Beregményében is, és az év utánpótlás női egyesület a Csengeri Petőfi DSS-e lett, úgyhogy szerencsére élünk, virulunk, büszkék vagyunk és eredményesek vagyunk, úgyhogy ezt még el kellett, hogy mondjam. A két gólkirályt ne kérdezz meg, elmondom magamtól. Lány U19-es csapatunk bajnokságot nyert, az U17-es csajok is bronzérmes eljegyzést értek el a megyei bajnokságba, és most leszek nagyképű, mind a két bajnokság gólkirályát úgy hívják Szilágyi Hanna. Az veselám az első követ, aki nem dicsekedne ezzel egy kicsit, aki ha hasonló helyzetbe kerül, akkor nem mondaná ezt az örömét, úgyhogy nagyon büszke vagyok Hannára, nagyon örülök a gólkirályi címeinek, meg a bajnoki címeinek, és most a fiúkról nem kezdek el beszélni, akkor holnap reggelig itt csevegnénk, hogy milyen ügyesek voltak a fiataljaink. Egyet igény meg, Hannát legközelebb idehozod a kamera elé nekünk. Én nagyon szeretném meginterjúvolni őt, hát ha vállalni fogja majd. Az a baj, nem ekkor a dumagép, mint az apja. Köszönjük szépen, 2 hétből várunk mindenkit, nagyon sok szeretettel. Mi még nagyon szépen köszönjük. Számomra azt gondolom, hogy nagyon-nagyon torokszorító volt, amit Sanyi megosztott velünk, és hát tényleg a szívem is hevesebben dobogott. És de hevesebben dobogott a szívem az egész mérkőzés alatt. Egy szenzációsan jó mérkőzést láthattunk. Egy óriásit futballozó, futszálozó, csengeri csapattal, egy kiváló ellenfél ellen. Én nagyon remélem, tisztelt nézők, hogy Nagy Szabolcs operatőr kollégával olyan meccset tudtunk önöknek közvetíteni, amire sokáig jó szívvel fognak majd tudni visszaemlékezni, és adja a jó Isten, hogy a legközelebbi közvetítésünk, amikor majd lesz, akkor valóban a háborúról, mint múltról tudjunk már majd beszélgetni. Azt hiszem ez minden ember érdeke az egész világban. Így legyen. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Kezit csókolom a hölgyeknek, viszontlátásra az uraknak. Szeressék egymást, mert akkor az élet nehézségei is könnyebben elviselhetők.